Már nem kell sokat várnunk, hogy megérkezzen a Tools of Torment DLC a Dead by Daylighthoz. És elkezdtem gondolkozni. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk, úgy ahogy tudjuk, leképezni a gyilkos képességét túlélői oldalon használt perkekkel? Érdekes? Szerintem igen. Hasznos? Szóval, hogy szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne egy információgyűjtő, drónokra hajazó túlélő build, körökben is használva, akkor tarts velem! Ugyanis ezt láthatjátok a Goosebump mai videójában. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk meccs közben a build hasznosságát, talán nem lenne rossz tisztázni, hogy mi is a Skull Merchant képessége és ezeket miként tudjuk leképezni. Az új gyilkos képessége lehetőséget ad a túlélők folytonos nyomon követésére, amennyiben a drón észlelési zónáján belül vannak. Ebből kiindulva kapott helyet a buildemben Ada Wong Wiretapje. Miután egy generátort 33%-os elkészültségig szerez, aktiválódik a perk. Ilyenkor lehetőséged van csapdát tenni egy általad választott generátorba, ami 80 másodpercig lesz aktív, vagy amíg meg nem rúgja a gyilkos az adott generátort. Aktív ideje alatt a generátor 14 méteres körzetében megmutatja neked a játék a gyilkos auráját. Ezeket a drónokat ugye nem minden esetben tudják hatástalanítani a túlélők. Épp ezért van nálam a Repressed Alliance Sherry Mason-től. Miután 45 másodpercig szereltél egy generátort, a perk aktiválódik. Ezután miközben egyedül szerez, lehetőséged van lezáratni az éppen szerelt generátort az entitással 30 másodpercre. És már össze is lehetett tenni, hogy miért is olyan jó ez a kombó. Loopoknál található generátoroknál mindkét perket aktiválva egyszerűen lehet húzni a gyilkos idejét a folytonos auraolvasás miatt. Fél percig biztos, hogy téged fog üldözni, mivel odament a generátorhoz, de még nem tudja megrugni, és addig szeretne valami hasznosat is csinálni. Ha egy kis ideig a drón területén tartózkodik a gyilkos, akkor megkapja az undetectable hatást. Tehát nem lesz terror rádiusza, és piros fény sem jelzi, hogy éppen merre néz. Magyarán nehezebben lehet őt követni. Így aztán a Boon Shadow Step is helyet kapott nálam Mikaela Raid-től. A perk lehetőséget ad neked arra, hogy megállj egy sima vagy hex totemet, ezzel egy 24 méteres hatótávot létrehozva. Ameddig a gyilkos le nem rombolja azt, addig fejti ki hatását a perk. Az említett 24 méteres körzeten belül nem hagy maga után egyik túlélő se karcolás nyomokat, illetve az aurájuk sem lesz megmutatva a gyilkosnak. Miután elhagyják a túlélők a Boon területét, a hatásokat még 4 másodpercig elveszhetik. És ugye kéne még nekem egy negyedik perk. Viszont igazság szerint ezek voltak az igazán hasonló hatásprodukáló perkek, szóval... Fangmintól a Light-tal zárom a sort. Miután gyorsan átugrassz egy raklapon vagy ablakon, 3 másodpercre 150%-os sprintben törsz ki. Ezután a perk 40 másodperces kifáradtságot okoz, és aktív kifáradtság közben nem használható a perk. Viszont itt még nem állunk meg. Csak hogy teljesen csúcsra tudjuk járatni auraolvasó képességeinket, egy rózsaszín kulcsot is hoztam magammal, aminek növelt használati ideje lesz a gyöngysornak köszönhetően, illetve 32 méteres körzetemen belül lehetőségem lesz megnézni a gyilkos tartózkodási helyét. Ha esetleg érdekelne bővebben és részletesebben kifejtve, hogy mi is vár ránk pontosan a március 7-én érkező DLC-ben, akkor a jobb felső sarokba kattintva meg is tudod nézni az erről készült videómat. Azonban most már ideje lesz rátérni a meccsekre. Midwitchen kifejezetten szépen lehet hasznosítani mind a Wiretap-et, mind pedig a Shadow Step-et. Gyorsan le is kéne valahova tenni a Boont, hogy minél előbb ki tudjuk használni. És Spirit ellen milyen jól is tud jönni.
Elméletben egy jó kör elé nézünk. Totem Pippa, most már csak szerelni kéne. Hát, nagyon a jó itt szeretnék. Az pedig már 101%, hogy mindenki hallja, hogy ha használja a képességét. Jó, lehet, hogy egy kicsit megijedtem a közeledő terror rádiusztól, de azt is mondhatnám, hogy csak használni szerettem volna már a perket. Most teljesen olyan, mintha nekünk lenne ott egy drónunk. Csak reménykedjünk benne, hogy megy is majd arra a gyilkos. Tehát a lényeg, hogy nem volt sok hasznunk a Wired ebből. Azért a kulcsozásról sem feledkezem ám meg. Most biztos vagyok benne, hogy értékes információhoz fogunk jutni a Wired App-el. Ha, mondtam én! Jó, én most csak itt ellopakodok, és már itt sem vagyok. És igazából innentől kezdve már nem igazán volt lehetőségem használni a perkjeimet. A meccs vége felé haladva elkezdte kifókuszálni a jóit, de végre rám is áldozott drága idejéből a gyilkos. Kemény 10 másodpercet. Hát persze, hogy belemegyek a falba, ez ilyen Prestige 48-as szokás, tudjátok. A Shadow Step miatt bátran merek futkározni. Úgy néz ki, hogy jön a csapó 2. Nem, engem szerintem kifejezetten nem kedvel ez a spirit. De végre elkészült az utolsó generátor. Én pedig rajtra készen állok a kapunál. Már megint bele a falba, vagy a dobozba, vagy mi ez?
most ugye szórakozol velem. Tehát, mint láthatjátok, az első kör nem volt annyira eredményes. És igazából Spirit sem volt tökéletesen annyi egy hatásos wiretaphez. De érzem. Higgyetek nekem, érzem, hogy a második körben minden prímán fog menni. Jó, a kórház teljesen okés egy auraolvasó buildhez. Hát persze, hogy a kongató démon van. Neki aztán szana és szét fogom olvasni az auráját. Jó, annyira eddig egyébként nem is állunk rosszul. Én ezt így nem vagyok hajlandó, úgyhogy nézzük is a következő kört. Természetesen egyébként végigjátszottam a kört, viszont az egymáson való szaladgáláson és a szerelésen kívül semmire nem volt időnk. Nemhogy én még generátorokat zároljak le, meg totemeket ágyak. Egy kicsit egyébként gyorsítanék a folyamatom. A következő meccsben ismét csak Midwich-et kaptunk, és lássatok csodát egy Nemesis ellen. Aki egyem a szívét, nem volt a legügyesebb. Minden generátor elkészült, egy áldozása volt, engem felakasztott első kiérdemelt kampomra, és kezdetét vette a... Hello. Ha itt találok egy palát vagy jungle gymet, akkor szépen tudnám demonstrálni, hogy mire is képes a Wire-Tapery Press the Lions combo. Blight. Zarina pedig valamiért már ledöntötte egy raklapot. Nice! Igen, fesz volt nélkül, nem tudom mit vártam. Majdnem. Ezt most inkább idejekorán ledobom. És nagy eséllyel ennyi voltam. A világ leglassabb 180-a. Jó, eddig úgy tűnik, nem tanulozik a gyilkos. Áldani vagy szerelni kéne? Jó, áldjuk meg! Nem, inkább szereljünk. És szerintem eddig szereltem. De leszedem Mikélet, aztán most már valóban kéne valami hasznosat is csinálni. Mármint a build-el. Miután elkészült egy generátor, volt egy olyan érzésem, hogy nem ártana feltenni ezt a boont. De most tényleg. Nem tudom mostanában miért van ennyi trédelő random, de biztos, hogy nem növelik a kijutásunk esélyét.
Kérlek, legyen valami haszna most már ennek a kombónak. A Bill szerintem nem igazán érti, hogy mi történik ezzel a generátorral, vagy hogy miért csak egy Shadow Step-en van. Ezt kikérem magamnak, szerintem egy határozottan fontos infó volt. Szóval egy pont a Wiretapnek. Ez egy teljesen jó mentés volt. Ez pedig egy még jobb slag. Szeretem az ilyen chilles köröket. Aha, akkor ez így GG. Valahogy egyébként mertem feltételezni, hogy így fog folytatódni a meccs. Hogy nem hallja meg, hogy itt vagyok? Meghallotta? És képes volt azt hinni, hogy a Billért fogok menni. Ha, Mikaela, innen is köszönöm neked a medkitet. És igazából idő kérdése, hogy mikor kapja ez Arinát. De addig is csináljunk valami hasznosat. Ha jó fej lesz, akkor a hatchen való kiutásom reményében megöli magát. Az ég áldjon téged következő körödben, Zarinám. Úristen. Kinek kell egy blendet, ha itt van Félix? Hát ez egyszerűbb volt, mint hittem. És nem csinálok sokszor ilyet, de ez a Blight úgy érzem kiérdemelte azt, amit tartogatok neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sikerült megfelelően bemutatnom a buildemet? Biztos, hogy nem. Én próbáltam minden tőlem tehetőt megtenni, hogy valami epikus loopolást tudjak nektek mutatni a Wiretap-pel, de úgy néz ki, hogy a matchmakingnek más tervei voltak. Tudsz még hasonló buildet, amivel le lehet másolni a gyilkos képességét? Ha igen, mindenképp poszd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!